Na, szépen lassan közelítünk ennek az egész szarságnak a vége felé. Annyira nem állok egyébként jól, mint szeretném, de mindegy, futás. Igazából, hogyha kicsit gyorsabb vagyok, akkor simán bele tudok szaladni. Bele, jó? Tehát bele. Probléma nélkül. És még mindig rohadtul tök sötét van ahhoz, hogy fingom ne legyen arról, hogy pontosan hova a francba megyek. Szóval remélhetőleg kicsit jobban fog ez az egész sikerülni, mint most elsőre tűnik, oké? Okay? Reméljük a legjobbakat. Na most bármennyire nem látszik, itt bizony vannak dolgok, amiket fel tudok szedni, ott is vannak, egyszer, köszönöm szépen. Ez csak egy ilyen irovány vagy minden. Oké, viszont egy október 1 napos nap, köszönjük szépen. Szerintem Miranda anya 5 embert hozott nekem a faluból, pont ahogy kértem. I made them sleep with some liquid and I put kadu in the trammies. Szóval elaltattam őket valami folyadékkal, aztán kadut tettem a pocakjukba. I'm looking forward to the kadu to grow in their tummies. Azt mondja, várom, hogy a kadu megnőjön a pocakjukban, kicsit beteg. Október 2, felhős nap. Four of the four people from the village are dead this morning, one is almost alive. A faluból jövő emberek közül 4 meghaltak ma reggelre, egy pedig már majdnem lyken. I sent it to my lab on the mountain. Fölküldtem a hegyen lévő laboromba. I failed again, mother wants strong wrestles, but I cannot get any. Szóval megint elbuktam, az anya erős... mi a franc az? Ja, tudjátok, ami benne van, köcsög, váza, nem mindegy, tehát... Na mindegy, amire beköltözhet, olyanokat szeretne, de vannak, amikor a szavakat elfelejtek a gyerekek, viszont nem kap egyet sem. I will need more people from the village. Több ember kell, a faluból kell, a rosszabbet kell, jó? Nekem kell, kérem szépen, egy olyan dolog, amit semmire nem tudok használni, mert lecseréltem a pisztolyt, ugye? Biztos is, hogy lecseréltem a pisztolyt is. 19-11-es. Föl tudjuk vakni? Equip part, ott van, és föl tudjuk pakolni. Tökéletes, most van nekem egy rendkívül hosszú. Na oké, okay. Föl tudunk még bármire tenni egyébként? Ezt nem tudjuk. Rendben, erre esetleg? Equipaj nem tudjuk. Erre se tudunk. Jó, igazából akkor semmi másom nincsen, szóval akkor nézzük. Van 3 darab robbanó töltetem. Nem ehhez a gránátvetőhöz. Ez nem túlságosan sok egyébként. Van nekem ott... Magnum lőszerem, Magnumon meg még egy deka sincsen, szóval nem vagyok vele beljebb. Van nekem puskám, ugye? Van 5 darab húsom, amit nem tudok maximum hozzávágom, hogy elfoglalja magát addig. Van 2 darab aknám. És persze egy dekát nem tudok semmit. Ez jó, oké. Okay. Szóval akkor a következő lesz, hogy a késre úgyse tudok semmit az égvilágon használni most, szóval akkor cserélünk. Ez jó lesz, gyerekek, akkor fussunk neki. Hal fiú! Na, ott fog jönni, jó? Tehát akkor készülünk. Gyerünk! Még egyet neki. Na most igazából azt a köcsögöt kell a szájában lőni, és nem tudom hol van. Anyukádat, köpni fog. A francba belenyúltam. Most az a baj, hogyha túlságosan közel vagyunk hozzá, akkor ők bizony hányni fog. Ez annyira nem egy fasz a dolog. Gyerünk! Azt a péniszt kell lőni. Hozd be! Futunk gyerekek, jó? Gyerünk! Hát ne, ezt nem akartam, hogy elhúzzon innen, oké. Okay. Mindegy, legalább gyűjtögetünk egy kicsit. Erről van szó, köszönöm szépen. Valahol arra van a... Hol van a rohadék? Ott van fönt a kis pénisz arcú szemétláda. Na most elzárt az utamat, szóval nem erre fogunk menni. Ellenben legalább rendkívül mindjárt meghalok, szóval... Van egyáltalán élettöltöm, gyerekek? Van egyáltalán? Vagy csak ilyen nagy pofával állok itt, aztán egy deka nincs semmiből. Gyorsan! Restore health! Bazdeg! Transzba! Na szóval fussunk neki még egyszer, akkor még van időm igazából arra, hogy itt szépen összeszedjek mindent. Hajrá! Ez az. Most kicsit jobbak leszünk, jó? Most először is megdobjuk ezzel. Amíg szenved, addig kicsit odébb megyünk, jó? Gyere te pénisz! Ott van a rohadék! Azaz! Gyerünk, most egy kicsit odébb megyünk, meg köpni fog! Látjátok? Ez az! Visszamegyünk, aztán megbeszéljük a rohadékkal, hogy mégis mi az anyját csinál. Igazából akkor kéne lőni, amikor kidugja a pofáját onnan, de az annyira nem jó. Ne, menj följebb!
Gyerünk. Hagyja békén? Nem, de te hogy nem futok? Hagyja már békén, te! Köpködő rohadék, arra volt anyádat azt. Hol vagy? Na, most már közelebb jössz, köszönöm. És akkor most... Ezt kapd el, kisköcsög! Tetszett, te rohadék! A francba, Gyerünk! Azaz, futunk! Lőszer kell, még hozzá, shotgun! Köszönöm! Fuss el! Gyorsan reloadolunk, azaz. Mindent is összeszedünk itt menet közben, jó? Tehát itt igazából annyira nem fasz a dolog mászkálni. Viszont, hála Istennek, kis szemétláda valahol errefele van. És ott is van! Ne köpködjél rám, te rohadék! Vagy meg fölnőtt ez a szar is ide! Gyorsan hadd már tovább fújni. A sav az meg nem fasz a dolog, szóval el kéne húznom innen minél gyorsabban. Bár szerintem annyira nem hat. Honnan fog jönni? Ott van a kis rohadék, gyere te pénz! Gyere, dugd ide a pofádat, jó? Hova fogsz jönni? Totál mellélődtem. Na végre, oké, szóval, hogyha erre fele jön, az jó, mert akkor rá tudom durrantani. Azt! Erről van szó. Futunk! Van még ilyen csőbomba, tök jó, igazából ugyanarra forgolódunk folyamatosan, szóval gyere te geci! Elnézést kérek mindenkitől, de ennek ki kellett jönnie. Fuss el már! Oké. Velem így is lehet beszélni, a mocskos kis rohadék, jó? Lehet, hidd el nekem. Csak menjél már az utamból! Azaz, köszönöm szépen, legalább átengedett. Valamit ott hagytam, na mindegy. Fogalmam sincs, hogy hogyan fogom kinyírni ezt a rohadékot. Kellenének még cuccok, de pont azok nincsenek. Futás. Azaz, gyerünk. Na most nem tudom, hogy hogy tudom majd ide csalni, de muszáj lesz. Még hogy nem vagy hülye, dehogy nem. Pontosan arra összemerre szeretném, hogy gyere. Anyádat, de gyors vagy! Azaz! Mocskos szemétláda! Dobd ide a pofád! Gyerünk! Közel van, azaz! Adjál már neki! Erről van szó! Ez az! Na, kicsit pánik volt, de igazából, ugye, ügyesebben kéne csinálnotok, mint én, de alapvetően erről van szó, jó? Tehát, hogy amikor kidugja a pofáját, akkor lőjük, mint a muszáj volna. Amikor van hordó, akkor azt használjuk ellene. Amikor pedig ugye kicsit messze van és van lehetőségünk, akkor rádurrantunk vagy egy csőbombát, vagy pedig rányomunk egy... mi az Isten az egy aknát, azt is lehetett volna használni egyébként. A gránátvetőt is érdemes bevetni, én totálisan elfelejtettem, mert pánikoltam, jó? Tehát nem csalás, nem ámítás, látjátok, hogy én folyamatos jelleggel kapom a trófeákat, ami azt jelenti, hogy először futok neki ennek a cuccnak, jó? Tehát nincs itt kamu, ott is van egy hordó, azt pont nem néztem. Tehát, hogy azt látjátok, ami van, oké? Okay? Tehát, hogy azaz, mine, bánya. Szóval, hogy igen. Tehát nyilvánvalóan játszottam már vele, de hogy itt nincsen, vagy ha van 8 millió vágás, akkor ugye nyilván elmondom, hogy mi van. Van még itt valami, vagy nincs? Elvileg már mindent felszedtem talán. Remélhetőleg. Kincset meg nem látok sehol, szóval innentől kezdve arra is voltam. De elvileg jók vagyunk, akkor innentől kezdve mehetünk tovább. Most ugye fölfele nyilván nem tudok menni, és ott már összeszedtem mindent, ott is összeszedtem mindent. Oké, rendben van, nézzünk még itt körül hátha. De nem is mutatja. Szóval nyugi van, oké, és akkor húzzunk innen, mint a vadlibák, jó? Az... talán az. Már nincs semmi? Oké, akkor jó, felemegyek, oké, arra van a kijárat. Töltsünk még egy picit, jó? Azaz, azt is töltsük meg. Azt szétcsapjuk, mint zilafost. Úgyni, gyorsan visszaváltunk a késre, ugye? Mint elsődleges ilyen egyéb fegyverre. Az a shortcut, és berakjuk oda, mielőtt még véletlenül aknát raknik, jó? Tehát, hogyha ilyenre lesz szükségem, akkor majd mást használok. Na? Ott mi a rosszabban? Jó, hogy erre is lehet jönni? Mi van ott? Examine. Szóval, hogy Miranda anya nekem adott egy rose üveget,
No one likes me, which is why I thought they would leave me out again. Szóval senki sem szeret, ezért azt gondoltam, hogy megint kihagynak. But Heisenberg said that was why we each get a rose. De azt mondta Heisenberg, hogy ezért kapunk mindannyian egy rózt. The ceremony cannot happen without us all there. Tehát a ceremónia nem történhet meg, ha csak nem vagyunk ott mindannyian. Mother didn't seem to care though. Anyát úgy tűnt, hogy nem érdekli. Mother said rose is a vessel. With a vessel mother can get her real child back. Tehát anya azt mondta, hogy rose egy... Megint nem jut eszembe az a rohadt szó, basszus. Üvely. Na mindegy, amiben beleteszünk dolgokat, értitek. With a vessel, mother can get her... Tehát, hogy azzal kapja vissza igazából az igazi gyerekét. Even though she had been dead for a very long time. Még annak ellenére is nagyon régóta már halott. Oké, kezd kibontakozni, mi az Isten folyik itt. But if mother does, then what will happen to me? Szerintja, de ha anya ezt teszi, akkor velem mi fog történni? I'm not her real child. Would she abandon me? No, I don't want that. Nem vagyok az igazi gyereke, vagy el fog hagyni? Ezt nem akarom. Értitek. Szóval, oké. Köszönjük, kedves Monroe. Vagy Monroe, vagy nem tudom mi a franc. Oké, ez micsoda? Kulcs! Megint kaptunk egy kulcst. Tök jó. Összekombájnoltuk. Most már van egy hatosunk? Vagy... Ja, hatosunk van. Tökéletes. We just met them all back, nothing really matters. You're the last asshole in our way, aren't you? You've got fights. I'll give you that even. But what's the plan when you have all four flasks? What are you trying to get at? I could lend you a hand. Trying to get on my good side? But don't get cocky. I'd kill you if you weren't worth the trouble. There's a stronghold. Not too far outside the village. Go there and get my flask. Do that, and you pass. First, head back to the graveyard. Szóval Heisenbergünk azt mondta, hogy ugye keressük meg neki ott a... Szóval ez egy kádú, oké. Érdekelne, hogy mit jelent románul, na mindegy. Szóval Heisenberg azt mondta, hogy keressük meg ugye őt... Most elébe itt vagyunk a túlodon. Tehát keressük meg őt majd, illetve hát az erődítményét, de előtte menjünk vissza szépen a temetőbe. Na most hol a francba tudok én kijutni, arról fogalmam sincs. Lehet, hogy csak errefele majd kiderül mindjárt. Ja igen, mert itt van a kulcs. Oké, na most akkor. 6 szárnyú kulcs, most ezt használjuk. Erre van szó. Futi, engedj. Van itt bármi az égvilágon? Totálisan elhagyok állandóan mindent, és ezt fölhívták a figyelmemet egyébként erre. Úgy, én ilyen mindent elhagyós vagyok errefele. Szóval valami még itt van. Például, mi a szar van ott? Labirintus puzzle, azt is mutatja. És fogalmas is, hogy hogy jutok oda? Szóval innentől kezdve ez egy nagyon jó ötlet, megpróbálok errefele menni igazából. Erre sokkal többet kell hajózni, viszont ott nincsen semmiféle puzzle. Na de várjunk csak, lehet, hogy most akkor meg fogom tudni találni ott azt a kincset? Valami ott változott, mert leengedtem? Majd mindjárt kiderül. Elvileg ott volt ugye egy, ha igaz, pont nem mutatja, de volt ott egy láda, amit ki lehet nyitni. És oda tudok sétálni, gyerekek, és oda tudok sétálni. Hol a herében van? Lehet egy teddy bear rossz... Aha. Jó. Errefele nem voltunk, szóval igazából most minden ugye... Aha. Tehát minden ugye most szépen felszínre került. Ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog. Kivéve, hogy szerintem totálisan erre jöttem, nem? Nem. Halucik? Vagy mi ez? Láda, ott van. Oké, és... Haluci? Haluci? Valamit bugyborékol. Hol vagy? Ez nem haluci? Nem. Mi franc van itt? Ez valami izé, de? De! Hát még ha látnék bármit az égvilágon, az a kurva sokat segítene egyébként. Azaz! Valamit megöltem. Vagy csak megszoktam. Mennyit bír ez a rohadék? De komolyan. Ezt minimum kétszer már megcsapkodtam a szemétládát, háromszor. Meghaltál már? Hol? Oké. Fucker. Hol vagy? Tudom, rohadt izgalmas engem halat késelni, de... Valahol még van. Ott van. Hallottam. Meghalt-e? Meghalt már, nem?
Én mindig ott úgy barék, hogy cseszné, meg hol vagy? Mennyit bírnak ezek? Big fucking halak, hol vagytok? Ott van. Baszik. Oké, oda menekült, szóval... Hol van a bugy? Gyerünk! Hol bugy barékolsz már? Na, téged is ki akarok nyírni, hol vagy? Jól látom, ott van. Ott van! Oké, meghód? Meghód! Hát már föl, azaz. Szóval akkor van 4 darab halucink, tökéletes. Illetve valahol van egy láda, amit nem vettem észre most. Ha gondolom, másik irányba is lehet menni. Biztos is ne, hogy itt volt. 100% hogy itt volt. Tehát itt kerülnöm kell, nem tudom. Igazából ugye itt szárazföldön nem voltam, szóval nem tudom, hogy le tudok egyáltalán menni, vagy sem. Mindjárt kiderül. Persze, hogy nem enged, szóval valahol van ott valami, amit nem tudom, hogy kell felszedni. Gyorsan benézek ide, hogy kell bármit még itt felszednem. Hát, ha esetleg elhagytam valamit, az mi a fene? Ez csak a semmi más, csak a mi az Isten. Ott nem tudom, mi van, valami világít be. Mindegy, megyünk vissza a temetőbe, jó? Miért ne? Nem fogok mindent megtalálni sajnálatos módon, ebben 100%-ig biztos vagyok. Már csak azért is, mert rendkívül béna vagyok ebben. De tényleg, de... alapvetően én a lineáris játékokat tök jól el vagyok. Egészen addig, amíg lineárisak. Ha nem, akkor már rögtön bukik az egész. Mindegy, egyszer még körülnézünk erre fele. Hátha elhagytam valamit. Valamiért még mindig pirosan világít. Valamiért még mindig piros. Itt mi a helyre van, mert semmi az égvilágon. Semmi. Jó, futi. Hol vagyok? Most nem tudom, hogy hagytam-e én még ott egyébként ilyen smöréket, lájkeneket, vagy sem. Mindegy, ezt nem tudom kiszedni, ott voltam a túlfelén. Megnézzük igazából, tehát erre biztos, hogy fogok tudni menni. Vagy nem, az biztos. Nem, semmi, mindegy, akkor megyünk kifele, jó? Valamerre tuti el fogok tudni jutni egyébként itt a mi az Istenig, a temetőig, csak jönnék rá, hogy merre. Szóval, hogyha arra megyek, arra biztos, hogy van valami. Ja igen, erre jöttem, bocsánat, teljesen hülye vagyok. Na de ha a másik irányba megyek, ott talán még valami van. Szóval... Tudok egyáltalán arra fele menni, vagy most ez teljes bukó? Csak arra tudok. Erre nincs, akkor mindegy, akkor megyünk vissza. Bocsánat, kicsikét elfoglaltam itt az időtöket. Az a helyzet, hogy próbálok tényleg mindent az égvilágon megnézni, és tényleg többen jeleztétek a komment szekcióban, hogy rohadtul elfutottam egy csomó minden mellett. Ami egyébként nem annyira fasza. Elvileg van itt egy lift, ha igaz. Aha. Gyakorlatilag is. Jó. Jó, már meg. Menjünk vissza. Nem emlékszem, hogy egy lyukkal fogok tudni valamit kezdeni, vagy sem. Jó. Nem tudom, hogy halfiút azt mennyi cuccal hagytam el igazából, szóval ez itt tök jó. Főleg, hogy pont akarom én is igazából, na mindegy. Ez van eszköz szeretni. Na. Tudom. És tudom, ezt totál elfelejtettem. Szóval, a lényeg az, hogyha itt kijövök, akkor ugye, lesz nálam egy krenk, amivel ki fogom tudni nyitni azt az ajtót, amivel ugye nem tudtam krenke... amit ugye nem tudtam krenk nélkül kinyitni. Nem tudom, mi volt ez a hang, de mindegy. Szóval, először is jól megkrenkeljük. Biztos, ami biztos. Itt ugye ki fogunk jutni, és itt lesz basszus az Isten, mert a pázol, itt van fönt, és most fogok tudni elmenni majd a lasztiért. Igazából ez egy mellékszál, tehát nem muszáj erre jönni. Technikailag nekünk vissza kellene menni a mi az Istenbe, ugye a temetőbe, gyakorlatilag viszont mi teljes mértékben idióták vagyunk, alias én. Persze, hogy bele fogok menni itt minden szarnak a kellős közepébe. Szóval, a lényeg az, hogy ha itt följövök, akkor itt ugye a híd túlfelének a fogok is lej. Ki túlfelén fogok találni ugye dolgokat. Mermaid Ball, és elvileg itt vannak valami tahók. Ott is van? Nem is egy? Szóval, megpróbálkozunk ezzel. Ez nem annyira könnyű, jó? Jó, szóval nekem valamit ki kell találnom ezekre. Ami az, hogy itt lemegyek, jó? Többen is lesznek itt amúgy, viszont ugye ők a legzavaróbbak, tehát ezek a röpködő rohadékok. Azt jelenti, hogy nekem valahogy... Meg kéne találnom őket, csak nem hallom, hogy hol szárnyalnak. Ott van az egyik szemét, oké?
Erre fele átjön, vagy nem? Mindjárt megnézzük. Vagy rohadt bátor leszek, eljövök idáig. Lelövök egyet, aztán futunk. Ez is opció. Erre jössz? A szemét anyátokat már hol vagytok? És lassan megy, és lassan megy, ez a baj. Ez baj, ez egyébként lassan mozdul, nem tudom, hogy hol fognak átröpülni. Na, jössz erre? Gyerünk! Lehet, hogy totál nem itt fognak egyébként átröpülni, szóval tök mindegy, hogy mit csinálok. Bassz meg! Jó, megyünk vissza föl. Oké, nem vagyunk gyáva szarok, de azért taktikázunk biztos, ami biztos. Jó, majd visszajövünk ide, úgyis visszajövünk ide, első körben én fogom magamat és szépen megcsinálom azt a jó kis puzzle-t, remélhetőleg nem fogom elszúrni, gyűlöm egyébként ezeket a labirintusos fiszfaszokat. Totál nem erre kellett volna jönnöm, azt hiszem, de itt van, bocsánat, elnézést. Na, hogy vagytok? Ez most már nem az első rész, szóval igazából mindig egészen sokan nézitek, hogy mi az Isten folyik itt. Szóval kíváncsi vagyok, jó? Tehát véleményeket kérek, kritikát kérek, azt nehogy ott hagytam bármit, mert attól hülyét kapok. Na nézzük, ez szemét lesz, erre már emlékszem. Igen, fordulunk, és itt lesz majd egy olyan rész, ahol most egészen lassan kell majd itt csinálnom, hogy annyira ne menjen mellé, gyerünk, azaz, és föl, tökéletes, köszönöm. Na, szóval igazából a véleményetek érdekel leginkább, hogy mennyire tetszik most ez a sorozat, mennyire nem tetszik. Azaz. Jó. Ez az a rész, amire nem emlékszem, mert totálisan nem lehet látni szart se. Vissza. Hol vagyunk? Ott vagyunk, szóval arrafele kéne menni, ugye? És befele, ugye? És aztán... nem tudom, hol vagyunk. Fogalmam sincs, hol vagyunk. Gyerünk. Ne, gyere vissza. Köszönöm, ott jobbra megyünk, oké, jobbra fordulunk. Nem látok szart se egyébként, nem tudom, bárki találta ki ezt a szart, egyébként rendkívül genyó volt, oké? Most lejövünk jó sokáig, aztán arra, nem tudom, hogy látjátok, ott van. Fogalmam sincs, hogy hol vagyunk, jó? Szóval most arra fele. Itt lesz majd a szemétrész, gyerünk, óvatosan. Jó, arra le, nem, az meg anyádat, már gyerünk. Forduljál, arra le, köszönöm, és ott bemegyünk, jó? Erről van szó, megvan, tökéletes, köszönöm szépen. Szóval akkor most megyünk, és okoskodunk egy kicsikét ott is. Van ott egy pár szárnyas rohadék, van ott egy pár lichen, szóval nem kevés dolgunk lesz. Igazából oda-vissza cikcakba fogok futni, jó? Tehát első körben én fogom magamat, följövök itt. Megnézem magamnak őket közelebbről. Nem tudom, hogy ide föl tudnak-e jönni. Én minden esetre megpróbálkozom azzal, hogy itt leszedem őket. Kis rohadék. Futunk. Jó. Tehát nem fogjuk megvárni, amíg ide jönnek. Futunk. Oké? Okosak vagyunk, tehát futunk elfele. Szépen visszaáll mindenki az alapállásába. Oké? Amit nem hallottak, semmiféle zenét, meg zajt, elvileg most már jók vagyunk. Dumálnak, hogy most miattam, vagy sem, azt nem tudom. Úgy látom, nem miattam, szóval ez tök jó. Na? Hol vagytok szemetek? Valahova üljél le, jó? Leültél már? Nem. Vanyek. Elvileg oda fognak leülni, ami tök pozitív. Talán. Talán. Ott van a szemét! Elvileg vége. Az meg nem látott meg? Pakker, de jó! Baszki, újra kell töltenem. Gyerünk. Elvileg nem látott meg, az tök jó. Gyerünk, szálljál le, jó? Ott is van egy rohadék, jól látom? Nem, az egy zászló. Bajek. Hol vagy te szemét? Tedd már le a valagad! Na végre, köszönöm. Csába, azaz, gyerünk! Megdöglött, tökéletes.
Na most én egy big fucking baromállat leszek, itt lesznek csúnya dolgok, szóval most itt csak gyorsan összegyűjtöm, amit kell, aztán húzok, mint a vaddibák. Futunk. Mondom én, futunk. Kifele, 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 gyerünk. Nem tudom, hol a rossz ebben vannak, az a baj, nem hallom egyáltalán. Na? Hol vagytok kis tetvedékek, gyerünk? Gyertek, gyertek, meg vagytok már? Na, hol vagytok? Hallom őket, de nem látom, ez baromi idegesítő. Bazd meg, ej! Jó, tudod mit, akkor most nem szarozunk ilyenek, hanem... Azok. Na végre, köszönöm. Ott is van egy, ha jól hallottam? Valami van, az biztos, Isten. Ja, meg cuccok. Ide soha a büdös életben nem fogok egyébként visszajönni, amint itt végeztem, de nekem nem kell félni attól, hogy valami csúnya dolog történik, viszont legalább flashbang tökéletes, oké. Na most. Viszont legalább figyelnem kell a seggemre menet közben. Kincsek vannak itt, és nekem rendkívül kellenek, szóval... Valahol ott van fönt elvileg a szemétláda. Ami azt jelenti, hogy ha én ide bejövök, akkor megint Isten verte spónolás, már megint gyerekek, komolyan? Na? Hol vagytok? Ott is van. Na gyere már, meddig mertek jönni, ha? Na gyere, meddig jössz? Meddig jössz, te pénisz, ha? Még mersz jönni, az biztos Isten. Meddig enged a programod, gyere? Gyere, 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 meddig engednek a gazdíd, ha? Gyerünk, még jössz? Ez még jön? Ez nem jó. Ez big fucking nem olyan fasza. Oké. Okay. Szóval, ez most nagyon-nagyon úgy tűnik nekem. Azok, hogy valamit hallok ott. Milyen rossz van ott? Esküszöm, hogy hallok még valami rohadékot, hogy cseszné meg. Bazd meg! Ah, frászt hozta rám. Csesznéd meg, te rohadéka. Elviekben teljes mértékben mindegy, hogy hova lövünk rájuk, szóval... Oké, ennyi volt. Nagyon remélem, hogy valóban így van. Többen már ne gyertek, légy, jó? Oké, másik ház. Még mindig hallok valamit. Másik oldalra zárva, szóval akkor ablakon megyünk, jó? Engem nem zavar, csak mondom, nem, itt megyünk. Szevasz! Fölborult, mint a büdös szar, oké. Okay. Azt mondja, hogy Miranda anya nekem adta a hegyet, most egy csomó dolgot tudok csinálni a kadú kísérletekkel. Ez az én titkos laborom. 3 kadú kísérletet csináltam ma. De mindegyik kidurrant és egy mocskot csinált. I put in the cuddle and then I tried putting wolf blood from a needle into the spine. Tehát, hogy beraktam a kadut, aztán megpróbáltam farkasvért juttatni a gerincbe. The person wriggled a lot and then killed my assistant. Azt mondja, hogy az illető egy csomót rángott, aztán megölt az asszisztensemet. I could not hold it down, so I put it in a cage, now I have to feed it. Nem tudtam lefogni, szóval beraktam egy ketrecbe, most etetnem kell. Fuck. Oké. Okay. Szóval... jó, tehát akkor nincsen elég helyen, viszont igazából a rossz sebet nem, és nem is értem igazából, hogy miért nem rakja őket kicsit összébb. Nem. Nem, köszönöm szépen. Oké, okay, valamint akkor őt is fölvesszük, jó.
Ezeket miért nem tudom mozdítani, ezt nem értem, mennyi hely kell neki. Elvileg ennyi elég, nem? Nézzük. Hát mondom, hogy elég, oké. Tökély. Most elvileg van itt valami rohadék. De nekem nem kéne újat húzni. Viszont van nekem ilyenem is. Gyere te pénisz! Na most próbáljuk ki akkor, jó? Nem ezt, hanem a gránátvetőt. Oké! Gyorsan, mit tud még? Gyorsan, törzsd újra, gyerünk! Gyerünk, 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 te rohadék! Ennyi volt, királyság, oké! Na, ez is megvolt, szóval akkor... még egy ház van valahol ott lent. Amit nem pucoltam ki, majd mindjárt megnézzük azt is, jó? Ez teljes mértékben fasza volt így, én ezt élveztem. Emlékeztem, hogy jön valamilyen rohadék, de hogy miért jön, arra nem emlékeztem, szóval ez most így tök pozitív volt, hogy sikerült mindent megcsinálni. Mi van itt? Rifle ammo. Még valami van itt. Azaz. Shotgun ammo, és még? Ennyi volt, mehetünk igazából akkor vissza a temetőbe. Tudom, kicsit hosszadalmas volt, meg macera, meg ilyenek, de igazából ez szerintem totálisan megérte, ugye? Szerintetek is. Csak jönnék rá, hogy hova a tökönbe kell menni. Elvileg, hogyha ide fölmegyek, itt talán van valami, ha jól emlékszem, nem vagyok benne 100%-ig biztos, főleg, hogy én most totálisan rossz irányba jöttem, de ez van eszköz szeretni. Ja, nem, ide jövök vissza, szóval akkor merre megyek tovább? Másik irányba rendben van, futunk. Na, szóval az egyetlen dolgom jelenleg visszatérni szépen a temetőbe és beszélni a gyúkkal, vagy pedig tovább haladni valamelyik ezek közül, nem tudom, hogy melyik. Arra kéne fordulnom, jó. Gyerünk, 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 igazából megpróbáltam nagyon bedesz lenni és tolni itt nektek az ilyen késelős cuccot, amikor megfordul ez a rohadék csontváz, vagy mi az Isten nyila, de nem sikerült, egyszerűen nem tudom, hogy miért. Első olyan rész, ahol abszolút a fogalmam sincs, hogy mi történt. Na most valami töltött, szóval ennek annyira nem örülök, annak igen, hogy most mehetek tovább. Nem. Hol vagyok? Ja, ezt kell állnokolni, és akkor megyek tovább, köszönöm szépen. És akkor itt valahol, úgy emlékszem, hogy van még egy ilyen csúnya rész valahol, amit én totálisan elkerültem most, de pont itt van egyébként ennél a mutogatósdinál. A this way, tehát ahol mutatja, arra kéne tovább mennem, vagy nem? Erre voltam már? Ott van még valami, amit nem szedtem szét. Ez az, nem? Nem ez az, még egyet tovább. Ja, tudom, mit nem szedtem szét, banyek. Jó, majd arra megyünk. Papa, köszönöm szépen, először visszamegyünk a temetőbe, jó? Azt én sokkal jobban élvezem. Szeretem. Jó. Akkor... telibe arra. Elvileg, gyakorlatilag meg azt... hogy kitette oda menet közben ezeket a kibaszott táblákat, azt nem tudom. Azt nem tudom. Na, megyünk, aztán beszélünk a gyúkkal. Legalább valami haszna legyen ennek az egésznek, ugye? Jó, felemegyek? Totál nem, totál nem, totál nem. Na mindegy, majd mindjárt megyek arra.